A Csömöri Sportnapon Várjai Flórián, a Csömöri Sport és Szabadidőszervező Nonprofit Kft. Ügyvezetője segített összefoglalni a nap programját. Csömören sportnapot tartottak, ez hanyadik alkalommal volt? Mi már az ötödik alkalom, 2011-ben rendeztük az elsőt, és minden év őszén az iskola kezdés után van egy ilyen szombati sportnap, ahol az igazolt versenyzőink is, illetve a tömegsportolóink is mozoghatnak szabadon a létesítményünkben, ami elég nagy sikerrel zajlik. Különböző sportágokat lehet kipróbálni, asztaliteniszt, teniszlabdarúgást, a kézilabdások egy felkészülési tornát rendeznek, ezzel kapcsolódtak be a programba, atlétika versenyt szerveztünk, illetve különböző bemutatókat, amivel szintén próbáljuk a sportolás iránti kedvet, vágyat felébreszteni. A Csömöri Sport Kft. Rendezi ezt, ami az önkormányzat 100%-os tulajdonában áll. Nekünk a feladatunk a sportcsarnok, illetve a Csömöri Szabadtéri Sportcentrumnak az üzemeltetése, illetve itt a településen a sportéletnek a szervezése, felrendítése. Milyen programok voltak jelenleg? Kezdődött rögtön reggel egy atlétika versennyel, ami a fiataloknak került megrendezésre. Közben voltak küzdősport bemutatók, aikido, kungfu, karate. Az asztali teniszezőink tartottak egy toborzót benne a teremben. Mint említettem, a kézilabdásoknak a tornája az most zajlik. A focipályán volt egy gyerekfoci, illetve egy öreg fiúk foci torna. Volt kutyás bemutató, lovaglási lehetőség, pónilovakon a gyerekeknek. Remélem nem hagytam ki semmi, de volt a Harnos Kristóf világbajnokunk, aki mozgássérült, és hatalmas erőt, energiát tette be bele. Vele volt egy közönség találkozó, ő mondta el azt, hogy hogyan építette újra az életét a sérülése után, és még sok egyéb más is. Stábunk munkáját Bújdosó B. Krisztina, a társaság marketing asszisztense is segítette fotókkal és videófelvételekkel. We'll be right back.
Gyakorlatilag ilyenkor mindig főzünk egy hatalmas adag bográccsal, most éppen lecsót, amikor gyakorlatilag a versenyzőink, szurkolóink, illetve a résztvevőink egy asztal mellett fogyaszthatják el ezt az ételt, és próbáljuk ezáltal is szorosabbra fűzni a barátságot, kapcsolatot.